Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Tudásközpont. Ősszel kezdődik a 4,1 milliárd forintos építkezés. Fakockákat nyert le és meghalt egy értelmi fogyatékos férfi Szekszárdon, a rendőrség is vizsgálja, kihibázott. Akció, a zebrák környékét ellenőrzi a rendőrség. Hipertónia világnap, életmódváltással megelőzhető a betegség. A Tornatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Ősszel kezdődik a 4,1 milliárd forintból elkészülő szekszárdi tudásközpont építése. A kétszintes 5700 négyzetméteres épületbe költözik majd a megyei könyvtár és a levéltár is. A fejlesztés a Modern Városok program részeként valósul meg. Két hatalmas tábla hirdeti, hogy ezen a most még gazos területen építik meg a szekszárdi tudásközpontot. A Modern Városok program 4,1 milliárd forintos támogatásának köszönhetően az 5700 négyzetméter alapterületű épületegyüttesben kap helyet a most még 4-4 épületben működő megyei könyvtár és a levéltár, de előadó, oktató, kiállító termeket és relaxációs szobát is építenek. Ezen kívül 62 parkolóhelyet alakítanak ki az épületegyüttes körül. A városképi szempontból is egy lényegesebb lépünk előre, hiszen a mögöttem jelenleg található gazos terület helyén fog megépülni az ingatlan, és egy új városképet hoz majd ide a vasúti átkelővel szemben. És én azt gondolom, hogy azzal, hogy új közösségi telek jönnek létre itt a fiatalok számára, az ő igényeiknek is szeretnénk megfelelni azzal, hogy itt lesz lehetőség beszélgetni, akár nem is kell fogyasztani, csak egyszer jól érzik magukat. A kétszintes pincével is rendelkező tudásközpontot úgy tervezték meg, hogy azt akár évtizedek múlva is úgy lehessen átalakítani, hogy hatékonyan szolgálja ki az akkori kor igényeit. Ez az épület úgy készül el, hogy a könyvtári terekben nincsenek falak, hanem bútorzat, a berendezés tagolja a területet. Tehát, hogyha a jövőben az a fajta elképzelés alakul ki, hogy nem így és nem ilyen módon van szükség a könyvtári terek használatára, akkor alkalmasak legyünk arra, hogy viszonylag könnyen építészeti beavatkozás nélkül újra tervezhető legyen. A szekszárdi tudásközpont építése a tervek szerint ősszel kezdődhet el, az épület átadását pedig 2021-re tervezik. A munkálatok addig végig online nyomon követhetőek a www.tudásközpontszekszard.hu internetes címen. Ősztől nyelvvizsgára is felvehető a diákhitel egy friss kormányhatározat szerint. Az október 1-jével hatályba lépő nyelvtanulói hitel néven futó kölcsönt minden aktív és passzív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató igénybe veheti, ugyanakkor a programra az a diák is jelentkezhet, aki már záróvizsgát tett, de megfelelő nyelvi elismertséget igazoló dokumentum hiányában nem tudta átvenni az oklevelét. A kölcsönt a diákhitel szervezettől lehet igényelni, ami egy összegben vehető fel, maximum 500 ezer forint értékben. Törlesztését 12 hónapra rá kell megkezdeni, havi egyenlő részletekben, aminek időtartama legalább egy év és legfeljebb 5 év lehet. Fakockákat nyelt le és meghalt egy értelmi fogyatékos férfi Szekszárdon. A tragédia még januárban történt. Úgy tudjuk, hogy a Hétszínvilág otthon 27 éves lakójának azért kellett meghalnia, mert gondozói feltételezhetően nem figyeltek oda rá. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétség miatt indított eljárást. Itt a szekszárdi Hétszínvilág otthonban lett rosszul a 27 éves értelmi fogyatékos férfi. Úgy tudjuk, hogy a súlyosan fogyatékos fiú idén január 23-án tüdőgyulladással került kórházba, ahol két napra rá meghalt. Poncolása során az orvos fakockákat talált a nyelőcsövében és a gyomrában, amit azonnal jelentett a rendőrségnek. A szekszárdi kórház patológiájáról érkezett bejelentés a Tolna megyei rendőrfőkapitányságra ez év elején, hogy egy általuk éppen poncolás alatt lévő személy gyomrában ismeretlen tárgyat találtak. Azonnal értesítették a rendőrséget, kollégáim az ügyben eljárást indítottak, mi pedig a Tolna megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi osztályán halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétség miatt. Az ügy jelenleg is folyamatban van, az orvos szakértői véleményekre várnak kollégáim.
A nyomozás azért indult, mert egy magát ellátni nem tudó, súlyosan fogyatékos emberről van szó, így felmerül a kérdés, hogyan nyelhette le a fakockákat, és vajon attól halt-e meg. Kerestük a Hétszínvilág otthon vezetőit, illetve az intézményt fenntartó Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Tolna megyei kirendeltségét, hogy megtudjuk az eset pontos körülményeit, de kérdéseinkre nem kívántak válaszolni, illetve a fővárosi intézmény fenntartó engedélyét követően ígértek választ, így nem sikerült megtudnunk, hol vagy hogyan kerülhetett az egyik értelmi fogyatékos fiú gyomrába a fakocka, ahogy az sem indítottak-e belső vizsgálatot, hogy ezt kiderítsék. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Tolna megyei kirendeltségének vezetője telefonban annyit közölt, hogy tud az esetről, de a fogyatékos nem az otthonban, hanem a kórházban halt meg, így a felelős kiléte szerinte kérdésessé válik. Elhunyt Szabó György, egykori játékvezető, a szekszárdi és a magyar kosárlabda ikonikus alakja, a Hírt a Kosárlabda Sportklub Szekszárda honlapján tette közzé. Szabó György 67 éves volt. Kiemelten ellenőrzi a rendőrség vasárnapig a zebrák környékét. Az országos akció célja, hogy a közlekedés legvédtelenebb résztvevőire, a gyalogosokra hívják fel a figyelmet. Kerékpárost figyelmeztet egy egyenruhás rendőr a szekszárdi Szent László és a Széchenyi utca kereszteződésénél. A következő napokban gyakori látvány lehet Tolna megye szerte bárhol egy-egy hasonló jelenet. A rendőrök ugyanis kiemelten ellenőrzik a gyalogos átkelőhelyeket és azok környékét. Itt mindenki arra számíthat, hogy a gyalogos átkelőhelyek környékén nagyon sok rendőr fog állni, és azokat a szabálytalankodó járművezetőket, akik a gyalogosoknak a számukra megjáró elsőbséget nem adják meg, fogják állítani, és velük szemben intézkedni fognak. A Zebraterv nevű országos balesetmegelőzési akció hétfőn kezdődött. A célja, hogy a közlekedés legvédtelenebb résztvevőire, a gyalogosokra hívja fel a figyelmet. A rendőrök ezért szükség esetén őket is felelősségre vonják. Nekik is a szabályok betartása mellett kell az úttesten átkelniük. Nagyon fontos az, hogy amennyiben a közelükben gyalogos átkelőhely van, akkor azon tegyék ezt meg, ne pedig az úttesten keresztbe átfutva szaladjanak át az úttesten. A zebrák és a környékük kiemelt rendőrségi ellenőrzése vasárnapig tart. A rendőrség ezt követően jövő héten számol be arról, hány szabálytalankodót bírságoltak meg. Fele annyit sem tudnak költeni a magyarok, mint egy átlagos európai, írja az egyik gazdasági portál. Az egy év alatt elkölthető jövedelem Magyarországon 6,500 euró, ami egy hónapra és forintba átszámítva havi 179.000 forintot jelent. Ez az unió egészében 17.000 euró körül alakul. Globálisan 1,1 milliárd ember küzd magas vérnyomással, és mindössze egyötödük áll orvosi felügyelet alatt. Pedig a magas vérnyomás, avagy hipertónia számos betegség forrása lehet, az orvosok éppen ezért a rendszeres vérnyomásmérést ajánlják. 2017-ben 1,2 millió embert vizsgáltak meg a magas vérnyomás elleni kampány részeként a világon. A kórházba a betegeknél a elhanyagolt középkorú, vagy majdnem, hogy fiatal embereknél azt látjuk, hogy elképesztő laborértékekkel testsúlya, magas vérnyomással jelentkeznek. Az egészségügy számos helyen és formában tesz prevenciós lépéseket a magas vérnyomás visszaszorítására. Eközben egyre több még mindig a dohányzó, rosszul étkező, mozgásszegény életmódot folytató fiatal. A tapasztalat az, hogy a betegségek megjelenéséig nem foglalkoznak a megelőzés fontosságával. Akkor meg már késő, mondta Bencut Béla. Évi 10 millió ember hal meg globálisan a világban, közvetlenül a hipertónia következtében, olyan betegségben, amit a hipertónia vált ki, és ez azt is jelenti, hogy ez mind megelőzhető haláleset lenne, mert ha figyelünk arra, hogy ne váljunk hipertóniássá, hiszen egy életmódbetegségről beszélünk. Vagy ha már azok vagyunk, akkor ismerjük fel minél hamarabb, mérjük meg a vérnyomásunkat. Ez senkit nem fog elkerülni, senkit nem kímél, nem lehet azt mondani borítékon, hogy nekem biztos nem magas a vérnyomásom, mert nincs panaszom. Emiatt néma gyilkos. Az előzetes felmérések azt mutatják, hogy 2025-re 1,5 milliárd embernek lesz a földgolyón magasabb vérnyomása, vagy küzdködik majd valamelyik szövődményével. A Balassa János kórházban most megelőző kampány veszi kezdetét. Már most történt 300.000 vérnyomásmérés országosan. Bencur doktor azt mondja, hiába minden erőfeszítés, ha a betegek nem változtatnak életstílusokon. Ha mozognának és abba hagynák a dohányzást és az alkoholfogyasztást kultúrált mértékét betartanák, drasztikusan lehetne csökkenteni a betegségek kialakulását,
és visszafordíthatóak lennének a már megindult negatív folyamatok is. Pályaorientációs napot tartottak a Balassa János kórházban. A meghívott általános iskolás gyerekek a betegápolói szakma sokszínűségével ismerkedhettek. A kórház nem titkolt célja, hogy az ápolói munkaerő utánpótlást szervezze ezen a módon. A rendezvényen közel 100 kisiskolás vett részt. Távol is, de nem is olyan egyszerű, igaz? Összecsukni könnyebb egy kicsit. A köldökzsinór elvágásának technikájával ismerkednek a gyerekek a kórház nyílt napján. Ezen kívül számos az ápolással és a gyógyítással összefüggő bemutatón vehettek részt. A kórház nem titkolt célja, hogy a gyerekek által alig ismert szakma sokszínűségét megismertessék, és ezzel tegyék vonzóvá az egészségügy munkaterületét. Biztos néztek tévét, látjátok ezeket a kórház sorozatokat. Mi körülbelül azt csináljuk itt a kórházban, mint amit a tévében láttuk, csak élesben, nem színészekkel, hanem valódi embereknek a valódi problémáit és a valódi betegségét és a valódi vészhelyzeteket kell megoldani. Németh Csaba a kórház főigazgatója bevezetőjében arról beszélt, ki az, aki megtalálja hivatását az egészségügyben. A mostani nyílt napra közel 100 kisiskolás kapott meghívást. Igyekszünk megmutatni a kórházunknak minél szélesebb területét, a különböző szakmacsoportokat. 9 helyszínen fogjuk várni, vagy fogunk találkozni a diákokkal. Műtői ellátást, felnőtt ápolást, gyerekápolást, labordiagnosztika, röntgen és ultrahangdiagnosztika területét, illetve az asszisztensi munkát fogjuk nekik megmutatni. A kezdeményezés nem titkolt célja, hogy minél több gyereket orientáljon az egészségügy irányába. Hogy legyen az egészségügyi szakdolgozóknak utánpótlása, sajnos egyre kevesebben választják ma ezt a hivatást. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az emberek nem ismerik az ápolói és szakdolgozói hivatás sokszínűségét. Ezt kell megmutatni a pályaválasztás előtt álló fiataloknak a jövő munkaereje érdekében, mondta az egészségügyi szakdolgozók kamarájának megyei elnöke. Pizzapartira hívta az Atomerőmű KSC Szekszárd kadett kosarasait Ács Rezső polgármester. Harsányi Mária edző tanítványai megnyerték a Pécsen zajló idei országos bajnokságot. A két pontos szekszárdi győzelemmel végződő döntő legizgalmasabb pillanatai is újra szóba kerültek. Ilyen gigászi, végsőkig kielzett nagy csata után ilyen drámai véghajrá döntött a bajnoki cím sorsáról az U16-os kadettnek nevezett korosztályban az Atomerőmű KSC Szekszár javára az esélyesebbnek tartott fővárosi csata DS-e ellen. Miklós Melinda, a szekszárdi frontember, pontgyáros, 4 másodperccel a döntő végelőtt kosarat szerzett, amire nem tudott válaszolni az ellenfél. Országos bajnok 2019-ben a Sopront, a Pécsi Akadémiát, a Diós Győrt és tulajdonképpen mindenkit, aki útjába került nagy fölénnyel legyőzve, az Atomerőmű KSC Szekszárd kadett csapata. Ez a társaság, fő a Miklós Rences, Andi Hanna fémjelezte hármas, illetve hát most már Holcz Rebeka a fiatalabbak, mert ők fiatalabbak egy évvel, és ővelük most már 6-7 éve foglalkozom, már valakivel 6-tal, valaki később szállt be, és azóta nagyon-nagyon keményen dolgozzunk el a kezdetektől, és hát most érett be ez a munka. A csapat vezér egyéniségét, az egész torna egyik legjobb játékosát, a döntőben is 32 pontot elérő Miklós Melindát a bajnoki címről döntő utolsó kosaráról kérdeztük. Megmarad, és ezt nem fogom tudni elfelejteni. Visszagondolva, hogyha újra átélem, akkor olyan érzés, mintha így meg kellett volna rémülnöm, hogyha most kihagyom, mi lesz, meg hogyha máshogy csinálom, de akkor semmit nem éreztem, és csak úgy mentem, ahogy jött. A lányokat és a szekszárdi kosárlabdázás több mint fél évszázados történetében a 6. bajnoki címet szerző sikercsapatot Ács Rezső Szekszárd polgármestere az egyik ismert helyi étteremben pizzázásra hívta, eközben tolmácsolta a város maximális elismerését a csúcs teljesítményre. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Iparterületet adtak át Pellérden, 16 hektáron alakítottak ki telkeket a vállalkozásoknak. Korszerű gáz, villany és vízvezeték, új burkolat, megújul a pécsi Ferencesek utcája. Betörtek a pályára, a rendőrökre támadtak, vádat emeltek a futballhuligánok ellen.
Ünnepélyes keretek között adták át Pellérden a keleti iparterületet csütörtökön, a 16 hektáros terület túlnyomó része már cégek, vállalkozások birtokában van, az önkormányzata sikeren felbuzdulva újabb ipari park kialakítását tervezi. Irodaház, üzemcsarnok, körülötte pedig az a 16 hektáros terület, ami a pellérdi keleti ipari területet jelenti. Ünnepélyes keretek között adták át a település ipartelepi fejlesztését csütörtökön. Én azt gondolom, hogy megérte a munka, hiszen amikor polgármester úrral és jegyzőasszonnyal még 2015 legelején beszélgettünk, akkor a mostani 26 telekből, amiből most ugye hallottuk polgármester úrtól, hogy 23-at már eladtak, akkor kettő működő vállalkozás volt ezen az iparterületen. Szerintem mi sem gondoltuk, hogy ez ilyen sikeres beruházás lesz. Mondja a térség országgyűlési képviselője, aki a beruházás elindulásakor még a megyei önkormányzat elnökeként segítette a megvalósulást. A szalagátvágás után az irodaházat és az üzemcsarnokot nézhetik meg közelebbről a vendégek. 366 millió forint nettó értékű támogatást kaptunk a területi operatív program pályázati lehetőségek keretében, és másfél év építkezés után sikerült most megnyitnunk ezt a Pellért 2-es ipari park övezetét, van egy északi iparparkunk még a 2000-es évekből. Az a terület is már belakott, mondja a polgármester. A keleti ipari parkban 26 összközműves telket alakítottak ki, amelyből már 23 elkelt. Növénykazetták, padok, korszerű gáz, villany és vízvezetékek. Május 20-tól indul a Pécsi Ferencesek utcájának felújítása. Az önkormányzati beruházás keretében új burkolatot kap a sétáló utca, ugyanolyat, mint a Jókai tér nemrég. A térkövek elhelyezése előtt azonban kicserélik a gáz, a villany, valamint a vízvezetékeket egy körülbelül 300 méteres szakaszon. Május 20-án kezdik meg a Pécsi Ferencesek utcájának felújítását. A körülbelül 2-3 hónapos önkormányzati beruházás keretében új burkolatot kap a sétáló utca, mely ugyanolyan anyagból készül, mint ami a Jókai teret borítja. Ugyanolyan kőkiosztás lesz, tehát ugyanazt a mintát fogja követni az utcának a burkolata, illetve olyan növényszigeteket fogunk elhelyezni, amelyek hát nem túl nagy növésű fákat fognak befogadni. Ehhez kapcsolódóan növénykazettákat fogunk telepíteni az utcára, illetve padokat. Összességében azt úgy kell elképzelni, mintha a Jókai térnek a jelenlegi állapota folytatódna egészen a Ferences templomig. Ezt megelőzően azonban az EON munkatársai kicserélik a gáz és a villanyvezetékeket. Erre azért van szükség, hogy a későbbiekben ne kelljen megbontani az új burkolatot. Így egy korszerű közműhálózatot alakít ki a szolgáltató. 8 hetet fog igénybe venni a földgáz vezetékek cseréje. Ez egy kb. 300 méteres szakasz, ami 35 millió forintból újul meg. Itt a bekötő vezetékeket és a földgázgerinc vezetéket is kicserélik a szakemberek. Itt eddig a pillanatig még acélvezetékek voltak, és hétfőtől, amikor elindul a csere, akkor műanyag vezetékekre fogják ezt kicserélni. Amint ezek a munkálatok a végéhez érnek, a vízi közműrendszert is lecserélik az utcában, majd a villanyvezetékek korszerűsítése következik. Miután a föld alatti munkák befejeződtek, kezdődhet az új térkövek elhelyezése. Erre a tervek szerint még idén szeptemberben sor kerül, ha az időjárás is megfelelő lesz. Csoportosan elkövetett rendbontás és további bűncselekmények miatt emelt vádat a Pécsi Járási Ügyészség 15 fiatal ellen. A vádlottak tavaly májusban egy pécsi futballmeccsen a pályára vonultak, majd rendőrökre támadtak. Mindez a PMFC sorsdöntő meccse után történt, mikor a játékvezetőt akarták felelősségre vonni a döntése miatt. Pirotechnikai eszközök a pályán a PMFC Dabas NB3-as labdarúgó mérkőzésen tavaly májusban. A találkozó 92. percében a játékvezető a partjelző jelzésére lesz címén érvénytelenítette a pécsi csapat gólját. Ez váltotta ki az indulatokat a szurkolókból, akik a lelátóról a játéktérre is bejutottak, és az öltözők felé vették az utat, hogy számon kérjék a bírói ítéletet.
Ekkor azonban a biztonsági őröket visszatartották. Ezután a szurkolói csoport kivonult a pályáról, és most a hátsó bejáraton próbált bejutni az öltözőbe. Azonban szintén ez nem sikerült, ugyanis a biztonsági őrök őket visszatartották. Időközben megjelentek a rendőrök is, felszólították a szurkolókat a rendbontás abbahagyására. Ekkor azonban néhányuk az érkező autókat, rendőrautókat rongálták meg. Mint ahogy a felvételen is látszik, egyikük például a rendőrautó motorház tetejére ugrott fel, társai pedig megrugdosták az autókat. Az ügyészség most emelt vádat ellenük. A 15 elkövetőnek a cselekmények különböző bűncselekmények megvalósítására alkalmas, többek között csoportosan elkövetett garázdaságnak a megállapítására, rendbontás, rongálás bűncselekményére is. Az ügyészség különböző indítványokat tett a büntetés tekintetében. Volt, amely elkövetővel szemben felfüggesztett szabadságvesztés, volt, akinél pénzbüntetés az indítvány, azonban valamennyi elkövető vonatkozásában az ügyészség indítványozta a sportrendezvénytől való eltiltást és a bíróság által. Egyébként a pécsi csapatnak a magasabb osztályba való feljutáshoz mindenképpen győznie kellett volna az egy évvel ezelőtti meccsen. Ez nem sikerült a játékvezető döntése után. Idén negyedik alkalommal hirdeti meg a Zsök NKFT a Zsolnai Fényfesztivál leglátogatottabb programját, a nemzetközi pénzjutalommal járó Zsolnai Light Art Mapping versenyt. A korábbi évek hagyományaihoz híven idén is a Székesegyház épületére kell készíteni az alkotásokat, hangzott el az eseményt beharangozó sajtótájékoztatón. Június 27-től 30-áig várják a pécsieket és az ide látogató turistákat a szervezők. Az országban máig első és egyetlen fényfesztivál minden évben megújult turizmust élénkítő hatása jelentős. Az elmúlt 3 év alatt a Zsolnai Fényfesztivál brandépítése sikeres volt, mondta Hoppál Péter országgyűlési képviselő, miniszteri biztos a fesztivál beharangozó sajtótájékoztatón. Nagyon helyén való volt, hogy a Zsolnai Örökségkezelő megtalálta azt a piacirést, ahova fel tudott fejleszteni, fel tudott építeni egy szakmai programot, egy ilyen kiváló fesztivált. Sehol máshol nincs az országban ilyen fényfesztivál. Nagyon hatékonyan sikerült az elmúlt években ezt a brandet felnövelni. Amikor 4 évvel ezelőtt útjára indult a fesztivál, csak reménykedni lehetett a sikerben, ez már a valóságá vált, mondta Őri László, Pécs alpolgármestere. A cél az azonban változatlan a fesztivál kezdete óta, ez pedig kettős. Az egyik, hogy egy maradandó, egész évre kitartó élmény biztosítsunk a pécsieknek június utolsó napjaiban, és az ide látogató turistáknak is. A másik fontos cél az pedig az értékmentés, az értékeink megmutatása. A legnagyobb érdeklődésre számot tartó program a Zsolnai Light Art fényfestőverseny. Ennek keretében a Székesegyház monumentális homlokzatára komponált 3D-dimenziós mozgófényalkotásokban gyönyörködhetnek majd a látogatók. A vetítések a Székesegyházon sokkal többször fogjuk vetíteni, így lehetőség van arra, hogy nem csak napi egyszer lehet látni, és akkor oda tűdül a közönség, és nagyon-nagyon sokan vagyunk, hanem több lehetőség van arra, hogy láthassa a közönség, aki például, mint én is mondjuk, sok gyerekkel jön, azért az akarja biztonságba tudni a gyerekeket. A Zsolnai Light Art szakmai partnere és a verseny házigazdája a nemzetközileg is elismert magyar mapping művészcsoport, a Kiégő Izzók. Az alkotások előválogatása jelenleg is zajlik, idén mintegy 60-80 pályamű érkezett, ezekből 15 darabot válogat be a nemzetközi zsűri. A 4 nap alatt június 27-től 30-áig több mint 170 programmal várják a pécsieket és az ide látogató turistákat. És végül nézzük, miről szólt ma a híradó. Tudásközpont, ősszel kezdődik a 4,1 milliárd forintos építkezés. Fakockákat nyert le és meghalt egy értelmi fogyatékos férfi Szekszárdon, a rendőrség is vizsgálja, kihibázott. Akció, a zebrák környékét ellenőrzi a rendőrség. Hipertónia világnap, életmódváltással megelőzhető a betegség. A hétvégén napos, melegedő idő lesz, zivatarok kialakulhatnak, a jövő hét első felében mérsékelten meleg, kissé füllett idő várható, eső sem kizárt. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, viszontlátásra!